Az 57 éves sportoló ma is naponta fut, és ha teheti, átúszik egy-egy folyót. A szombati nagy próbatétel előtt ma a Kossuth térre várta a fiatalokat. Egy nagy futást csinálok a gyerekekkel, hogy nem csak az úszás fontos, a futás is fontos, és a futás közben való beszélgetés a pozitív gondolatokról, a város szeretetéről, és arról, hogy mennyire fontos összetartani. Egy ilyen sportrendezvényen senkinek nem jut eszébe negatív gondolat, ez nagyon fontos. Aki fut, az mindig jó dolgokra gondol. Nem csak gyerekek, hanem szimpatizánsok is csatlakoztak. Vagy 30 éve ismerik már a Gyurit, úgyhogy amikor Szolnokon van, vagy olyan helyen, ahol megkezelíthető, találkozunk, barátkozunk, beszélgetünk, és futunk vele együtt az egészségért. Sirilla György és követői végigfutották a város, több állomást is beiktatva, ahol beszélgettek, tornáztak. A Nemzet Rozmára szombaton délután 2 órakor ússza át a Tiszát, a Tisza szálló előtti szakaszon. Előtte fél órával pedig bemelegítésként ismét közös futásra várja a szolnokiakat.